A közgyűlés elején adták át a Székesfehérvár közbiztonságáért díjakat, melyeket Molnár János tűzoltóőrnagy, Cseke Máté rendőrtörzsőrmester és Pintér László a Fehérvári Városi Polgárőr Egyesület elnöke vehette át az idei évben. 100%-ban támogatta a Színház Szakmai Bizottság Szikora János pályázatát. A közgyűlés első napi rendjeként a Vörösmarty Színház igazgatói posztjáról döntöttek. További 3 évre nyerte el a jelenlegi igazgató Szikora János a színház vezetői posztját. Mind a szakmai bizottság, mind pedig a képviselőtestület egyhangú szavazással támogatta a beadott pályázatot, így erős csapattal a háta mögött további 3 évig folytathatja a szakmai munkát Szikora. És hogy vagy te jóban az önkormányzattal? Mint az ismételten megválasztott igazgató mondta a közgyűlést követően, az elmúlt 10 év azt bizonyította, irigylésre méltó lehet más városok és színházak számára is a Fehérvári Színház és városvezetés közti együttműködés. Szerinte jó és tartalmas színházat csak a színházat szerető városvezetéssel közös együttműködésben lehet csinálni. Szikora János úgy fogalmazott, kivételes történelmi pillanatban kapta meg az újbóli folytatás lehetőségét. Annak tudatába folytatom most a munkát, hogy valószínűleg egy egészen megváltozott más világ következik hosszú távon, és hogy ebben a másik világban hogyan kell majd színházat csinálni, mit kell az embereknek bemutatni. Hát azt még ebben a pillanatban nem tudom. Csak azt tudom, hogy másként kell gondolkodni, és másként kell az előttünk álló időszakra gondolni, mint amúgy a háború vagy akár a pandémia előtt. Volt olyan család, akinek az ellátása az első naptól kezdve a mai napig biztosítja az önkormányzat, de voltak nem is, akik csak néhány napot töltöttek városunkban. A közgyűlésen tájékoztató hangzott el az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos intézkedésekről. Hatékonyan és gyorsan oldotta meg az önkormányzat az ideérkező menekültek elszállásolását és ellátását különböző intézményei és cégei segítségével, hangzott el. Példátlan összefogás valósult meg, magánszemélyek, cégek és civil szervezetek egyaránt csatlakoztak, hogy adományokkal vagy pénzzel segítsék a menekülteket. Február vége óta a mai napig naponta 140-150 főről gondoskodott az önkormányzat, nagyobb részben Kárpátaljáról érkeztek a menekültek. Ez idáig 7,3 millió forintot fordított a város a menekültek ellátására. Az Ibli óvodában a hagyományos óvodai nevelő tevékenység 2023. szeptember 1-től meg fog szűnni. Az erről szóló korábban már beharangozott döntést is a pénteki közgyűlésen hozta meg a testület. A szóban forgó óvoda szeptembertől induló nevelési évre már nem vesz fel gyermekeket. A következő nevelési évben még óvoda köteles gyermekek azonban még egy évig az intézményben maradhatnak. Erről az érintett felekkel is több körben egyeztettek. Az épület továbbra is a kisgyermekeket szolgálja majd, ugyanis az autizmussal élő gyermekek számára működtetett óvoda költözik majd az ingatlanba. 600 üres férőhely van jelenleg az önkormányzati óvodai rendszerben. Egyébként nagyjából ez nem gyereklétszám csökkenésből fakad elsősorban, hanem abból, hogy körülbelül ugyanekkora a férőhely száma magánfenntartású óvodák esetében. Nyilván a szülők pedig eldöntik, hogy hova viszik a gyermeküket, az ő lehetőségük és az ő joguk. Ezért kellett most ezt a döntést meghozni, de a döntés következménye az nem az, hogy ezt az épületet bezárjuk, lebontjuk oda valami, építünk lakóházat vagy kereskedelmi egységet, ez továbbra is óvodaként fog funkcionálni. Van egy állami szervezetek által ellátott feladat, ez az autizmussal élő kisgyermekek óvodai nevelése, ahol viszont a létszám folyamatosan emelkedik. A bezárásról szóló döntést az ellenzéki képviselők nem tudták támogatni a közgyűlésen. Erről már Márton Roland beszélt. A határozat azon pontjával viszont egyetértettek, hogy az óvodapedagógus hiány miatt szükség van bizonyos intézkedések megtételére. Ehhez kapcsolódva módosító javaslatot is benyújtottak a napirendhez. Lenne egy fontosabb tennivaló óvodapedagógus ügyben, mégpedig az azonnali és jelentős béremelése az óvodapedagógusoknak, hiszen jelenleg annyi álláshely betöltetlen, és olyan kevesen jelentkeznek óvodapedagógus képzésbe, hogy ennek az egész közszolgáltatásnak a jövője az bizonytalanná vált Magyarországon. Rácznéföldi Judit önkormányzati képviselő pedig javasolta a napirend kapcsán, hogy biztosítson lakhatást az óvodai pályakezdő dolgozóknak a város. A közgyűlésen döntöttek ma arról is a képviselők, hogy folytatódjon az oktatási nevelési intézmények felújítását szolgáló képes program, és köztéri alkotások támogatásáról is döntött a város. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban mindenki részletes tájékoztatást talál a www.székesfehérvár.hu oldalon.